Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, közben lenyílt itt a nyomtató eleje. Ez nem más lesz, mint egy kérdezz-felelek vlog, nem vlog videó, videó. Tehát kérdezz-felelek, próbálom úgy fordítani a kamerát, hogy ne megint a tengeri malacokra fókuszáljon a gép. Kaptam üzenetet, hogy máskor azért úgy gondoljam át, hogy mit akarok beszélni, mondani a videóban, hogy legyen végig tartalma, meg értelme, meg ilyen baromságok. Hát végül is igaza van, de az nem lenne olyan spontán. Én azt úgy vagyok a videózásra is, hogy felveszem, mindig úgy, ahogy történik, mindig spontán. Jó, most az elejét, hogy ott baromkodok a kamerával, még ilyenekkel nem fog szórakozni. De amúgy inkább legyen az, hogy lássátok, hogy hogy reagálok tényleg azokra a kérdésekre. De amúgy köszönöm a javaslatot, meg mindent, mert minden építő jellegű kritikát örömmel fogadok, még akkor is, hogyha nem fogadom meg őket. Na, lássuk is a kérdéseket. Első kérdő Previ volt. Már megint. Első kérdés, most már szeretsz? Previ. Igen, most már szeretlek, mert tettél fel több kérdést is. És vannak értelmes kérdések is közte. Nem minden, van. Második kérdése, cségózol. Hát, régen nagyon sokat játszottam, de 1.6-tal. Megvan a cségó is, de nem igazán szoktam játszani. Bár lehet majd fogok. Ez attól függ, mikor milyen kedvem van. De az olyan dolog, hogy mit tudom én már. Kiöregettem belőle, szerintem nem lennék olyan jó, mint régen voltam. Milyen telefonod van? Van egy ilyen Levonom, vagyis Lenovo P780-as, meg a céges egy ilyen kis Nokia Express Music, nem tudom milyen pontosan, de mindegy. Szóval egy ilyen kis Nokia. Eddig használtam a Lenovo-t mindkét kártyával, csak a második kártyám szarakodik, így hát szereztem egy Nokiát a cégtől. Ha minden igaz, majd lesznek új telefonok. De amúgy leszarom, mert így is törög non-stop, ennek legalább tart az aksia. A következő kérdésem, milyen szakmád van? Hát elektronika, mekanika, amit úgymond végeztem, szóval arról van diplomám is. Az egyetemet még folyamatban, mondjuk úgy, de az meg számítástechnika lesz. Megválaszoltam a kérdést, nem megyek bele jobban. Szereted-e raplikás krumplit? A raplikás krumpli nem tudom milyen, de a paprikás krumplit azt tudom, hogy milyen, és ha nincs más, megeszem, de nem a kedvenc kajám. Régen nagyon szerettem, csak egy időben nagyon sokat csinált édesanyám, és akkor utána úgy már megmondtam. Meg az is csak akkor jó, hogyha friss, meg meleg. Mert miután kihűl, újra melegített, sose lesz olyan íze, amilyen kellene. Milyen zenéket hallgatsz? Hát ez nagyon változó, mert én végigjártam a rockot, az R&B-t, a hip-hopot, a rappet, dubstepet, chillstepet, trance, disco, techno, hardstyle, szóval gyakorlatilag úgy metalon kívül szinte, meg az ilyen hülye, curány, populári, még ilyen baromságok, azokat nem bírom, azokat ki lehetne kergetni az országból. Azon kívül szinte mindent meghallgatok, ami kicsit pörgős, van ritmusa, van benne egy kis szöveg is, főleg az ilyen női vokál, hangos zenéket, azokat nagyon bírom, főleg, hogy olyan nyugis zene. De amúgy úgy mindent meghallgatok. Kedvenc márkád? Hát nem tudom, mire gondolsz, úgy olyan nagyon... Mert most kedvenc márka, elektronikai eszközökbe, ruhákba, autókba, mit tudom én. Tehát értitek, ez olyan kérdés, hogyha kicsit jobban konkretizálod, hogy most akkor miről is, milyen márkáról beszélünk. De amúgy semmiben nincsen így kedvenc márkám, mivel nem vagyok úgymond egy fanboy, hogy most akkor why iPhone, why AMD, meg ilyenek. Mondjuk én asztali gépekben AMD párti vagyok, meg úgymond még szerver processzorokban is inkább AMD párti vagyok. Aki tudja miért, az tudja, aki meg nem ért hozzá, az meg annak meg úgyis mindegy, mert mindenki látja a Xeonokat aztán. Meg most ez is olyan dolog, ki mire használja. Amire én használom, vagy használnám, azok nekem jobban megfelel az AMD, mint mondjuk egy Intel. Szóval meg volt válaszolva. Slim 18 kérdi, miből szeretnél meggazdagodni? Hát pénzből. Ja. Amúgy meg nem feltétlenül szeretném meggazdagodni, én azt akarom, hogy legyen annyi, amennyi kell, hogy ne legyen az, hogy aj, bazd meg, miből fogom kifizetni XY dolgot jövő hónapban, vagy ebben a hónapban, vagy valamikor, hanem úgy, hogy mikor tudom, hogy kell a pénz, akkor legyen, és ne kelljen állandóan azzal stresszelni magam, hogy honnan lóvi. De hogyha meggazdagodnák is, szerintem
fogalma sincs, miből lenne. Meg úgy nincs olyan, hogy most én most ezt csak azért csinálom valamit, hogy meggazdagodjak belőle. Én mindent azért csinálok, mert szeretem csinálni, nem azért, mert meg akarok belőle gazdagodni. Ha meg akarnák gazdagodni, nem azt csinálom, amit csinálok. CityX V4. Mi volt élete legrosszabb és legjobb élménye? Legrosszabb? Hát, talán amikor kibasztak velem. Olyan emberek, akik nem kellett volna kibasszanak velem, és nem volt semmi értelme, hogy kibasszanak velem. De ez egy hosszú sztori. A legjobb élményem? Volt több is. Nem tudom, így hirtelen. Félsz a haláltól? Nem, leszarom. Úgy is eljön, ha félsz tőle, ha nem félsz tőle, ki a faszt meg érdekel. Most mi a... Ja, Istenem, meghalok holnap. Hát, bazd meg. Így is, úgy is meghalsz. Meghalok, akkor mi a fasznak stresszelje magam rajta. Mikor sírtál utoljára, hogy Isten igazából? Hát... Ez jó pár éve volt, mikor barátnőmmel szétmentem, na akkor sírtam. De utána kivékültünk és újra összejöttünk. Kerültél már kapcsolatba a drogokkal? Nem válaszolok rá. Kislányt vagy kisfiút szeretnél majd? Mindkettőt. Először egy kisfiút, utána egy kislányt, hogy a kislányra tudjon ügyelni a kisfiú. Szerintem ez így a korrekt, mert most, hogyha oda megy a hülye gyerek a kislányomhoz, akkor megy a bátyja, és akkor na, öcsi, mi a faszt akarsz, és akkor értitek. Tehát legyen ki védje. Jó embernek tartod magad? Kurvára nem. Bár sokan azt mondják, hogy jó ember vagyok. Nem értem, hogy miért. De, na, nem vagyok az a nagyon rossz ember se, nem vagyok jó ember se egyáltalán. Hát úgy közte. Attól is függ, hogy milyen hangulatom van, mert valamikor tényleg nagyon rendes tudok lenni. Bár az mostanában egyre ritkább. Meg nem igazán van olyan ember, aki megérdemelje, hogy rendes legyél vele. És jó. Hiszel Istenbe? Nem. Most, mikor majd meglátom, vagy köszönöm, vagy nyom egy lájkot, akkor majd hiszek neki. Hát most Istenem. Valaki felfirkált valamit egy papírra, és akkor minden megy, mindenki megy utána, mert azt valaki leírta. És ugyanolyan emberek írták, mint mi. Most, hogy volt egy ember, talán aki kicsit többet tudott, vagy úgy hozta a sors, hogy mázlia volt, és összejöttek neki dolgok, ami másnak nem annyira, hát Istenem. Tehát nem. Sok barátod van? Hát, barát. Mondjuk úgy sok ismerősöm van, akikkel jó kapcsolatot ápolok, van akivel kevésbé, van akivel jobban. Barátnak én nem neveznék őszintén szólva senkit. Mert ebben a mai világban nincsenek barátok, mert mindig az szúr hátba, aki te a legjobb barátodnak tartasz. Bocsa volt, akkor múltkorinál szar volt az oldal. Igen, tudom, semmi gond. ASD-kor, bocsánat. Mit dolgoznál legszívesebben? Én szeretem csinálni, amit csinálok, csak sokszor a szituáció nem úgy hozza, hogy szeretem csinálni, de egyébként szeretem csinálni. Meg úgy máskülönben meg, hát ilyen grafikai, meg ilyen dolgokkal szeretnék foglalkozni, és nem szeretnék foglalkozni, mert ezzel foglalkozok. Tehát ezzel szeretek foglalkozni, meg úgy, mit tudom én. Tehát így sok mindenre szeretek foglalkozni, ez az igazság. De, mint mondtam, most, amit csinálok, amiben dolgozok, azt szeretem csinálni. Szerinted van élet a Földön túl? Lehet. Most ez olyan dolog, hogy... Nem tudom. Tehát ezek ilyen kérdések, hogy nem tudsz rá válaszolni. Mert van, aki azt mondja, igen, mondjuk az ilyenek, hogy UFO-k, meg ilyen fasságok, ezekben nem hiszek, szóval... Lehet, hogy van, mert ugyanúgy, hogy mi csak egy kis szaros bolygó vagyunk az univerzumban, úgyhogy ezzel az erővel bárhol lehetnek bárkik. Tehát lehet, hogy van. Kedvenc filmem? Nem tudom, van viszont, ami motivál ez a social network, na hát az motivált az a film valahogy, meg vannak ilyen filmek, amik úgymond motiválnak és tetszenek, mint a DH4, az is kurvára tetszett. A halálosabb iramba első kettő része mondjuk, megjönnek a kibaszott e-mailek, de úgy konkrétan nem igazán tudnák mondani ezeken kívül olyat, ami annyira megfogott volna, hogy jelentősége legyen. Milyen telefonod van? Ezt már mondtam. Kedvenc játék? Nincs. Bár van, Dota. Dota 2, azt imádom. Következő sorozatokat nézel, ha igen, kedvenc. Rengeteg sorozatot nézek, mivel ami felkerül film, szinte mindent megnézzük fel töltés után, mivel délutánonként, esténként mindig filmezünk, így nagyjából minden sorozatot is végignéztünk,
Hát a kedvencem az a Prison Break volt még annak idején. Azóta nem igazán van semmi olyan, ami annyira megfogott volna, hogy meg tudjam nézni négyszer vagy ötször egymás után. Tehát kb. Ennyi. JF05 barátnőlet is bemutatott egyszer. Egyszer majd, igen. De vannak videók, amiben ő is szerepel. Ha rákerestek, hogy girlfriend a keresőben én nálam, akkor fogtok találni olyan videót. Még horrorjátékot is játszottunk mikrofonnal, webkamerával, minden. Mesélnél róla pár mondatban. Aranyos, cuki, szép, kedves. Van, amikor nem annyira. De rendben van. De ezt majd szerintem lesz egy videó, amiben majd ő fogja elmondani magáról. Mi az, ami legjobban megfogott benne? Szeme, netán, melbedobással győzött meg, szép kis popsia van. Igen, ez mind úgy van, ahogy leírtad. De amúgy meg a kisugárzása, mert olyan lánynak tűnt, aki úgymond nem... Tehát én úgy gondoltam, hogy én vele nem fogok összejönni, mivel én nekem ilyen elérhetetlennek tűnt. De összejött, úgyhogy talán ez fogott meg a legjobban benne. Meg a stílusa. Valahogy egy szőke cicababát nem tudok elképzelni mellette. Milyen a női ideálod? Hát szőkét én sem tudnák elképzelni mellettem, még festett szőkét sem. Aki festi a haját szőkére, annak is annyi esze van, mint egy szőkének. Milyen a női ideálod? Olyan, mint a barátnő. Jelenlegi barátnőd az első, ha nem akarsz, nem válaszolsz. Hát így, ami hosszú távú kapcsolat volt, az igen. Voltak ilyen rövid kis érszalok, de azokat mondjuk nem is szerettem őket úgy, mit tudom én, csak úgy, na. Értitek, mindenki fiatalság, bolondság, mindenki csőzik össze-vissza, ez az igazság. De így, hogy így tartósabb kapcsolat, az ő az első és utolsó. Csalódtál már valamiben vagy valakiben? Igen, nagyon sokszor, mivel hát elég segítőkész emberke vagyok, és ezzel nagyon sokan visszaéltek, úgyhogy igen, csalódtam. Lottóztál, azaz töltöttél ki szelvényt a hatalmas milliárdos nyereményért? Nem lottóztam, viszont apám elcipelt magával egy párszor, hogy vegyünk lottót, így kitöltött én is pár szelvényt, de sose gondoltam, hogy ebből lesz valami, úgyhogy én nem fogok erre pénzt pazarolni, úgymond. De már ha ő fizeti, hát vegyen, kitöltöm, azon nem újjon. Mire költötted volna, ha tenyered meg? Befektettem volna cégekbe, épületekbe, kb. Ennyi. T. Dávid 1998 kérdi. Gyerekkorodban mi akartál volna lenni felnőttként? Megvalósítottad-e az álmod? Én legelőször kamionsofőr akartam lenni, aztán nagyon gyorsan letettem róla. Utána meg hát ilyen híres programozó szerettem volna lenni. Hát ez nem jött össze, viszont még összejött. Hova jártál középsuliba? Hát két helyre is voltam, egyszer a Zeminescu-ba, itt Nagyváradon, két évet számítástechnikán, utána két évet elmentem elektronika mechanikára, mert úgy gondoltam, hogy az úgy jobb lesz, meg nem volt más választásom. Na, hát ennyi lett volna ez a videó, válaszoltam minden kérdésre, nyugodtan kérdezhettek máskor is, szívesen válaszolok szinte mindenre, most azért konkrétan nem mindenre, mert tudtok olyat kérdezni, amire nem szeretnék válaszolni, de próbálkozni lehet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!